Egy gond van a bal oldal második rágó fogával, látszik, hogy halványos szürke színe van, nem mint a többi fog. Ez ennyit jelent, hogy nagy kereszt van a fognak a közepén, és valószínűleg arcorag gyulladása is van, és itt látszik az arcoragban a gyulladás. Itt tiszta, és itt szürkébb az arcoragnak a alja. Nagy fájdalmai lehetnek akkor. Valószínűleg igen. Egy fogsorról készült röntgen felvétel rejtelmeibe próbál bevezetni dr. Taja Yusuf, aki Izraelből érkezett Magyarországra 1999-ben, itt végezte az orvosi egyetemet, általános orvosnak, majd fogorvosnak tanult. Úgy érezte, ideje letelepednie Magyarországon, több városból kapott ajánlatot, míg végül Paksot választotta munkája és leendő otthona helyszínéül. Paksot láttam, hogy gyorsan fejlődő város, és láttam benne, vagy éreztem, hogy a lehetőséget magamnak és a családomnak. A város vezetősége, illetve a Paksi Gyógyászati Központ vezetősége segítőkészek voltak, sokat támogattak, segítettek, hogy tudják beilleszkedni, és a betegek bizalommal fordultak, és meg mindig fordulnak hozzám. Az egyes körzetet dr. Berec Katalin rendelését vette át dr. Taja Yusuf. A Rosti utca 6 szám alatti rendelőben időpontkérés alapján fogadja a betegeket, ám vannak kivételek. Sorgos eset, vagy fájdalommal küzd beteg, ez amit akkor látok. Ezen a napon bármikor jöhet a beteg, időpont nélkül, amikor van rendelési idő, jöhet egy fájós beteg, ezonnal látjuk. A fogorvos legfőbb célja, hogy a hozzáforduló betegek önbizalmát erősítse, a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, és a fogak megtartására törekszik. Folyamatosan tanul, képezi magát.